És biztos, hogy elhiszik az öregek, hogy az unokáik telefonál? Saját nagyanyádat mikor hívott? Évente, ha pénz kell. Kampányvideó mutatja be az unokázós csalók módszerét. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ismertetője tavaly került fel a legnagyobb videó megosztóra. A bűnözői módszer viszont már több éve létezik. Az unokázós csalók idős embereket vernek át. Telefonon hívják fel őket, majd az áldozat unokájának kiadva magukat pénzt kérnek. Legtöbbször azt mondják, balesetet szenvedtek, és akár rendezésére kell nekik sürgősen az összeg. Legutóbb át a széken vertek át egy helyi idős nőt. Az asszony bedőlt ennek a csalásnak, és több százezer forintnyi készpénzt adott át a csaló társának. Eddig Tolna megyében nem volt jellemző a Magyarországon elterjedt úgynevezett unokázós csalás, azonban most a bátaszéki esetet követően Tolna megye több településén is megjelentek azok a személyek, akik telefonon próbáltak idős személyeket arra bírni, hogy az unokájuknak kiadva magát őket pénzátadására kötelezzék. Az unokázós csalók rendszerint alaposan felkészülnek, mielőtt megpróbálkoznak az áldozat átverésével, a legtöbb esetben ugyanis tisztában kell lenniük azzal, hogy az átvert áldozatnak egyáltalán van-e unokája, és hogy milyen nemű vagy korú. A rendőrség szóvivője szerint viszont egy kis odafigyeléssel és higgadtsággal elkerülhető, hogy áldozattá váljon valaki. Hogyha valaki az unokánknak vagy unokánk ismerősének adja ki magát, és telefonon arra hivatkozik, hogy balesetet szenvedett az ismerősünk, vagy esetleg egy nagyobb összegű kárt kell megtérítsen, akkor azonnal járjunk utána. Tegyük le a telefont, hívjuk fel ismerősünket, rokonunkat, és beszéljünk vele, hogy valóban történt-e vele valamilyen baleset, vagy valakinek tartozik-e nagyobb összegű készpénzzel. A rendőrségi szóvivő szerint át érdemes egy ilyen hívás esetén letenni a telefont, és felhívni egy valódi hozzátartozót, hogy tud-e a balesetről, amiről az esetleges csalók beszéltek.